Böjte Csaba gondolataival köszöntötte dr. Molnár Attila polgármester a Bozsik iskola diák és szülői közösségét a Szőnyi Petőfi Sándor művelődési házban szombaton. Ekkor tartották meg ugyanis a szülők karácsonyát, amikor a gyerekek műsorral hálálták meg a gondoskodó szeretetet. Karácsony ünnepén mindenhol gyertya ég, békesség jelképe a gyertyalánk. Minden nap gyújtsatok gyertyákat, emberek, égjen a békelánk mindenhol már. Halvány kis gyertyalánk, hol van a kék madár? Mindenki várja őt, miért nem jön már? Sok még az gyűlölet, éjség és szenvedés. Mikor lesz vége már, kis gyertyalánk? Karácsonyfa félig ragyog, örüljünk hát gyermekek, örvendjetek velünk együtt, mint kik hozzánk jöttetek. Hurrá, hurrá, itt a tél, minden hófehér, a házak eleje, kémények teteje, fák ágboga, létrafoka, csak a varjú fekete, talán erről tehetek. Haragszik a hóra térre, miért nem festik hófehérre? Lejhet